A repülőipar legendás repülőgépeket hívott életre. Olyanokat, amik történelmünk erős és fejlett fegyvereivé váltak. Minden egyes repülőmasina egyedi, képességeik pedig elképesztőek. Ám egy dolog biztosan mindegyikben közös. Mind nagy ágyúk. Híres repülőgépek. Kevés repülőgép közelítette úgy meg a működési tökéletességet, mint a Boeing Vertol CH-47. A hadsereg követve a hagyományokat a CH-47-est Chinooknak nevezte el egy észak-amerikai indián törzs után. E gépek talán nem a legszebbek, de a Chinook titka a sokoldalúságában van. Abban, hogy embereket és ellátmányokat tud mozgatni a hadszíntéren. A nevem Paul Maxmoga, és itt vagyok Fort Justice-ban, a virginiai Newport News-ban. Ez a szárazföldi hadsereg logisztikai hadtestjének az otthona. Kövessük végig együtt a CH-47 Chinook történetét. A Chinook minden várakozást megelőzött, és az Egyesült Államok arzenáljának kulcsfontosságú eleme volt a vietnámi háború során. A Chinook prototípusa 1961. szeptemberében repült először, majd a hadsereg 1962-ben vehette át első CH-47 alját. Akárcsak más gépek, a Chinook is sok kemény munka, elkötelezettség és találékonyság gyümölcse. Aaron Smith őrnagy kötelékparancsnok a hadsereg tartalékos szállító egységénél. Több mint egy évtizede repül Chinookkal, és természetesen új pilótákat is kiképez rájuk. Aaron, köszönöm, hogy a sűrű napi rended ellenére is időt szakítasz arra, hogy beszélj nekünk a Chinookról. Nagyon hálás vagyok érte. Örömömre szolgál. Ez egy nagy dög. Hát igen. Mesélj a Chinook tulajdonságairól. Mikor készült? Régóta megvan nektek? Ez egy A-modell, ami 1966-ban készült. Megjárt a Vietnámot, majd feljavították B-modellé. 92-ben pedig D-modellé. 94 óta sok egységnél szolgált. De most itt van a mi egységünknél tartalékként. Tehát afféle igásló már régóta. Gondolom nem az összes része, de bizonyos darabok benne még eredetiek 1966-ból. A vietnámi időkből. Igen. Mögöttünk van a pilóta fülke, ahol a pilóta és a másodpilóta ülnek egymás mellett. Mekkora a személyzet? Van fedélzett mester, vagy ilyesmi? Mi úgy hívjuk őket, hogy fedélzeti gépészek. Ez az egyetlen a forgószárnyasok közül a hadsereg állományában, amihez a repülésnél három fős személyzet kell. Minimum három fő. Harcban ez lehet akár öt is. Van a pilóta, a másodpilóta, aztán ott van a fedélzeti gépész, aztán egy fő, aki a rámpát kezeli, mert azt mi onnan előről nem tudjuk irányítani. A hátsó fiúk szólnak, ha a raktérben valami gond akad. Az első helikopter repülésre 1907-ben kerül sor. Sok közülük el tud emelkedni, de leszállni már nem. A legendás Igor Sikorsky tanul a hibáiból. Ez a tesztpilóta a rotorok közé zuhan, mert nem hajlandó biztonsági övet használni. Szerencsére megúszza pár karcolással. A precesszió a függőleges repülés igaz mumusa. Ilyenkor a repülő hajlamos a rotorok forgásával ellentétes irányban elmozdulni. A dupla rotorok megoldást jelentenek erre. Az egyik az órajárásával azonos, míg a másik az ellentétes irányba forog, kiküszöbölve a nem kívánt elmozdulásokat. Emlékszem, hogy gyerekként azon gondolkoztam, ha megláttam egy ilyen gépet, mint a Chinook, hogy miért nem ütköznek egymásnak a rotorlapátok. Egy áttétel gondoskodik erről a két rotor között. Időzítés kérdése az egész. Ha az áttétel elszáll, akkor baj van. Szóval az egész csak időzítés, összehangolás kérdése. És egy alkatrész felel mindezért. Igen, az áttétel, amire vigyázni kell. A motorok egyenként 10.000 lóerőt adnak le, de az áttétel ezt nem bírná, így vissza van véve a teljesítményből.
Ez az egy alkatrész felel a rotorok összehangolásáért. Fontos darab. Az bizony. 1936-ban az első igazán sikeres helikopter, az FA-61, melyet Heinrich Focke tervezett, felemelkedik Németországban. Az ikerrotoros FA-61 híressé válik a világban. Frank Piazeki érdeklődését is felkelti. 1943-ban egy egyrotoros PV-2-est próbál ki. Számos helikoptergyártó úgy véli, hogy a helikopterek az autókhoz hasonlóan elterjedtek lesznek. Ám csak a hadseregnek van pénze arra, hogy pénzelje a fejlesztéseket. Az első megrendelő a haditengerészet. Első helikopterük a Dogship nevet kapja. Az érdeklődők közül a korai tesztek alapján többen hisznek a függőleges repülésben, többen viszont nem. Piazeki első tandem helikopterjének prototípusa több mint egy éve repül már. 1946-ban aztán megnő iránta az érdeklődés, amikor elkezdődik a hidrogénbomba titkos fejlesztése. Magas rangú katonai vezetők a csendes-óceáni Bikini atollon tanulja a robbantási próbáknak, és rájönnek, hogy ez a robbanó szerkezet képes azonnal megsemmisíteni egy óriási kétéltű partra szállást. A pusztítást elkerülendő, védeni kell a csapatokat. A stratégák véleménye szerint szükség lesz egy óriási szállítóhelikopterre, ami a távoli bázisokról a harcmezőkre gyorsan mozgatja az embereket és az ellátmányt. Ez a szükség hívja végül életre a Chinookot. A hadsereg, miután szembesült az atombomba elképesztő pusztító erejével, úgy dönt, hogy légi úton mozgatná az embereket és az ellátmányt a távoli bázisokról a harcmezőkre. A PV-3 Dogshipet gyorsan fejlesztik. A gép a repülési karakterisztikán keveset változtató külső borítást és kifinomult műszereket kap. Amint az emberek meglátják az új járművet, Piazekinek meg kell szoknia, hogy találmánya a repülő banán becenevet kapja. A végső konstrukció a HRP-1 névre hallgat majd. A gép terhe szépen eloszlik a két rotor között. Azonos méretű teher emeléséhez egy bonyolultabb felépítésű egyrotoros gép lenne szükséges. Piazeki 1947. augusztusában szállítja le az első gépet a tengerész gyalogságnak. A HRP-1 akkoriban a világ legnagyobb helikoptere, de teherbírása mégsem éri el a hadsereg által kívánt 2268 kg minimumot. Ám a tandem rotorok lehetővé teszik, hogy a rakományt bármilyen elrendezésben elhelyezzék a törzsben, anélkül, hogy felborítanák ezzel a gép egyensúlyát. A gép, amint látod, egy tandem rotoros helikopter. Ennek egyik előnye, hogy nem kell aggódni a rakomány elrendezés miatt. Még egy rotoros gépnél mindig figyelni kell a súlypontra. Ez a gép két ponton függeszkedik a levegőben. Így a két rotor közé bárhová tehető a rakomány. Ez előnyös, mert a harcok közepette gyorsan megtörténik a ki- és bepakolás. A HRP-1 12 embert szállít, beleértve a pilótát és a másodpilótát is. 6 hordágyat és orvosi felszereléseket vagy egyéb terhet is magával vihet.
Magányos, 600 lóerős Pratt & Whitney dugattyús hajtóműve 167 km/órás csúcssebességet biztosít a gépnek. A gép végül szolgálatba áll a haditengerészetnél, a tengerészgyalogságnál és a parti őrségnél. A mindössze 22 elkészült HRP-1-es bebizonyítja a tandem rotoros helikopterek hatékonyságát. Amikor a HRP-1 szolgálatba áll, Piasecki már utódján a HRP-2-n dolgozik. Továbbá még egy tandem rotoros gépen, a HUP-n. A haditengerészet mindössze 4 darab HRP-2 alkalmazása után a HUP-t választja, mert az felel meg a kívánt, hajóról szállva történő mentési, járőrözési és szállítási feladatokra. A HUP fejlett robotpilótával is el van látva. július 1954-ára a haditengerészet megkapja a 339. és egyben utolsó HUP-t. Más HUP-k a kanadai királyi és francia haditengerészetben szolgálnak. Az amerikai hadseregben is találunk HUP-ket, de ők mégis valami nagyobbat szeretnének. Megszületik a H-21 Shawnee. A H-21 1952. április 11-én repül először. A tesztek nem mennek zökkenőmentesen. A H-21-et egy 1150 lóerős dugattyús hajtómű működteti. Hogy a kenési problémákat elkerüljék, a hajtómű a repülőgépekhez hasonlóan a 16 méter hosszú törzs végében kapott helyet. A sereg hivatalosan a Shawnee nevet adja neki, de az igásló becenév is ráragad. Az előső rotor a plexi üveggel borított kabin mögött kapott helyet. A hajtótengelyen rendezése a repülő banánéhoz hasonló. A 13,4 méter átmérőjű rotorok 3 teljesen mozgatható lapátból állnak. A kapcsolók és a kijelzők a középső konzolon vannak, így a két pilóta könnyen hozzájuk férhet. A H-21B nagyobb, feltöltött hajtóművel rendelkezik, ami 1425 lóerőt ad le. A gép 20 katona vagy 12 hordágy szállítására képes. Keresőmentő változataikat gyakran szerelik fel fánk alakú úszótalpakkal, hogy a H-21 vízre is le tudjon szállni. Két 625 literes póttartály függeszthető a törzs külsejére, amit a kabinból egy gombnyomással leolthatnak. A H-21 polgári változatait szerte a világon értékesítik. Egy másik tesztelésre szánt modell, a H-16 kapja a legerősebb turbinás hajtóművet. Ettől ez a gép társainál háromszor erősebb lesz. Először 1953-ban repül, akár csak a H-21, ezt is elsősorban a stratégiai bombázók személyzetének nagy magasságban történő mentéséhez fejlesztették ki. 25 méter átmérőjű rotorjait két külön térben tárolt két dugattyús hajtómű forgatja meg. A dugattyús hajtóműves változat 14.969 kg tömegű, míg a második turbina hajtóműves modell 19.051 kilót nyom.
A turbinás változat a futóművek sérülése és a rotorok ütközése nyomán lezuhan, megölve ezzel a pilótát és a másodpilótát. 1956-ban úgy ítélik meg, hogy a H-16 karbantartása túl költséges, így a programot törlik. Ám a hadsereg észreveszi a tandemrotorokban rejlő emelési képességet. Erre a képességre a vietnámi háború idején nagy szükség lesz. 1954-ben a francia gyarmati erők erősen vesztésre állnak a mindenre elszánt vietnámi koalíció ellen. Az Egyesült Államok, attól tartva, hogy a konfliktus eszkalálódik, átvállalja a francia háborús költségek oroszlán részét. Miközben a vietnámiak elhagyják szétbombázott városaik romjait, a francia hadsereg kivonul az országból, ám a háború mégsem ér véget. Egy genfi egyezmény nyomán Vietnám a 17. szélességi kör mentén északra és délre válik szét. Ez a francia uralom végét is jelenti Vietnámban, Laosban és Kambodzsában. Ám Amerika befolyása a régióban még csak most kezdődik. Az 1956-ra tervezett választásokon Dél-Vietnám nem hajlandó részt venni. Emberek milliói menekülnek el a kommunista uralom elől. Ho Chi Minh, észak-vietnámi vezető, igyekszik népe jóindulatú és szerető apjaként feltüntetni magát, míg gerilla erői elindulnak délfelé, hogy bármilyen áron egyesítsék Vietnámot. Válaszul az Egyesült Államok katonai tanácsadókat küld, hogy kiképezzék a dél-vietnámi hadsereget a harcedzett Vietcong-gal szemben. 1961-ben az amerikai hadsereg elküldi a 8. és az 57. logisztikai századot Dél-Vietnámba. Frank Piazeki helikoptervállalatát ekkor már a Boeing Vertol birtokolja, ami 33 darab H-21 Shawnee gépet küld Vietnámba. Ezek elsődleges feladata, hogy dél-vietnámi katonákat szállítsanak harcba a Vietcong ellen. A hadistratégák úgy hitték, hogy az ellenség zavarodott lesz, de nem sokára a Vietcong rájön, hogy a helikopterek landolás közben sebezhetőek. A H-21 kábelei és üzemanyagvezetékei olyan sérülékenyek, hogy a pletyka szerint egy Shawnee-t egy kézzel elhajított láncsa kényszerített földre. A turbina hajtottak Hueyk bevetése már új stratégiák bevezetését is lehetővé teszi. A SAS formációban a felfegyverzett Hueyk kísérte CH-21-esek elit dél-vietnámi katonákat szállítanak a feltételezett Vietcong állásokhoz. Ilyenkor a felfegyverzett Hueyk először fedezőtüzet biztosítanak, amíg a dél-vietnámi katonák landolnak, hogy elfogják az ellenséget. Ha nincs ellenség a körzetben, akkor a katonák visszaszállnak és indulnak a következő helyszín felé. Ezekben a felkutató-elpusztító küldetésekben a dél-vietnámi taktikákat az amerikai helikopterek egészítik ki. Ám amint a dél-vietnámi katonák földet érnek, a csapatok előnye elvész, és ezen küldetések nagy része sikertelenül végződik. A SAS repülések arra késztetik a Vietcongot, hogy alaposan megtervezzék támadásaikat. A dél-vietnámi csapatok folyamatos védekezésre kényszerülnek. ...1964-ben az Egyesült Államok katonai jelenléte rohamosan nő Vietnámban. ...12 hónap alatt 800%-kal nő meg a katonák létszáma. William Westmoreland tábornok gondoskodik a katonai védelemről, míg a dél-vietnámi csapatok felelnek az offenzívákért.
Feltűnnek a koreai háborúból ismert katonai hátizsákok, karabélyok és csapatszállítók. A helikopterek számának növekedése pedig az amerikai stratégiák közelgő változását jelzi. A földön a harcok folytatódnak, és a katonák már repülve és nem teherautókon érik el a harci zónát. A Huey-ek száma Vietnámban nem sokára a legmagasabb, és hozzájárulásuk a háborúhoz vitathatatlan. 1965. szeptemberében az első lovassági hadosztály megérkezik Vietnámba. A hadsereg 1962. augusztusában kapja meg első Boeing Vertol CH-47 aljait. Ezekben két 2650 lóerős gázturbinás hajtómű található, és 212 km/órás utazó sebességre képesek. A Chinook teherbírása 4536 kg vagy 33 utas. A helikopterek megkímélik a katonákat attól, hogy órákat utazzanak a földön, vagy hosszan meneteljenek, hogy elérjék az ellenséget. Ha bajba kerülnek, vagy megsérülnek, tudják, hogy percek alatt kimenekíthetik őket. A helikoptereknek köszönhetően a koreai háborúban hal meg a legkevesebb sebesült az összes addigi konfliktus közül. A Chinook technológiai fejlettségének köszönhetően ez a tendencia Vietnámban is folytatódik. A morál javításához ennél jobban nem is lehet hozzájárulni. El tudom képzelni, milyen csodás érzés lehet, ha egy csapat tengerész gyalogos fennragad egy hegytetőn, és felnézve meglátnak egy közeledő Chinookot. Akár tengerész gyalogosokról van szó, akár gyalogságiakról, amikor látják, hogy jön egy Chinook, akkor tudják, hogy hozzuk az ellátmányt. Vagy ha el akarnak jutni valahová, akkor sokukat egyszerre el tudjuk vinni a kívánt helyre. Ez mindig örömmel tölti el őket, és senkit sem hagyunk hátra. Hála nektek, fiúk! Köszönjük! Hiába a 18,2 méter átmérőjű rotorok, az első Chinookok rosszul teljesítenek Vietnám hegyes tájain. Az időjárás is ellenük dolgozik. A munkák elvégzéséhez a gépeknek nagyobb hajtóművekre van szükségük, máskülönben a csapatok azt kockáztatják, hogy az észak-vietnámiak lerohanják őket. A tengerész gyalogság különösen függ a helikopteres szállítástól. 1966. márciusában aztán a sugárhajtású Boeing Vertol CH-46 Sea Knight-ok elkezdik felváltani a tengerészgyalogság dugattyús helikoptereit. A Boeing Vertol kifejleszti a CH-46-os polgári változatát, a BV-107-est. Ezeket két 1250 lóerős General Electric hajtómű üzemelteti. A hadsereg azt tervezi, hogy leváltja a CH-21-eseket, és 10 darab BV-107-es prototípust rendel, hogy megnézzék, milyen egy turbinahajtású gép. A vizsgálatok kimutatják, hogy a 107-es túl nehéz a harctéri szolgálathoz, és túl könnyű a szállító feladatokhoz. A hadsereg egy nagyobb változatot rendel, hogy kiegészítsék velük a Huey támadó egységeket. 1966-ban a Sea Knight-ok üzemeltetési nehézségekkel küszködnek. A rájuk szerelt fegyverek és páncélzat csökkenti a gépek teheremelő képességét. 1967 végére a gyártók elkezdik leszállítani a gép feljavított változatát, melynek a jobb teljesítmény érdekében erősebb hajtóművei és új rotorlapátjai vannak. Amint a Vietnámban állomásozó amerikai katonák száma eléri a 385 ezret, a helikopterek száma 1515-re emelkedik. 1961 óta 255 gép zuhant le a harcok közben. Ebből 155 csak 1966-ban vész oda. 1968-ra a tengerészgyalogság 800 helikopterrel és két légi hadosztállyal rendelkezik, amelyeket szükség esetén további 340 helikopter egészíthet ki.
A tengerészgyalogság 600 C-Knightot szerez Vietnámba. 1964-ben a hadsereg egy új támadó helikoptert keres, hogy lecserélje vele a Hueykat. Úgy vélik, a megfelelő cseregép a Chinook lesz. 1966-ban elkészül 4 felfegyverzett Chinook, amik a Gogó madarak becenevet kapják. A gép sárkány szerkezetét több mint egy tonnányi páncéllal erősítik meg, hogy megvédjék a 8 fős személyzetet. A pilóta és a másodpilóta páncélozott ülése ellenáll az 50-es kaliberű lövedékeknek is. A száncsonkokon lévő pilonok felszerelhetőek 19 lövésre alkalmas 70 mm-es rakétavetőkkel vagy mini ágyúval. Ezekkel a fegyverekkel a pilóta a gép irányával megegyezően tud célozni és tüzelni. A Chinook támadó változata, köszönhetően a feljavított 2850 lóerős sugárhajtó műveinek, egy sima CH-47A repülési képességeivel rendelkezik. Harci küldetések során a gép felszálló tömege közel 13608 kg, amelyben benne van a 8 fős személyzet, illetve a teljes üzemanyag és fegyverkészlet. A teljes üzemanyagkészlet 2343 liter, ami 2 órás repülési időt biztosít. Súlycsökkentés miatt a harci Chinookból eltávolították a csapatszállító üléseket, a csörlőt, az utastér melegítőt és a hangszigetelést is. A gép 212 km/órás sebességre képes. 5 helyen alakítottak ki rajta 50-es kaliberű géppuskáknak helyet. A raktérajtót eltávolították, hogy a hátsó fegyver is szabadon tüzelhessen. A megnagyobbított ablakok jobb lőpozíciókat jelentenek a személyzet számára. 762-es géppuskákat is lehet alkalmazni a lőpontokon, de az 50-es kaliberűeket használják gyakrabban, mert ezek nagyobb tűzerőre képesek. Flexibilis csöveken át összesen 4000 töltény jut az 50-es kaliberű géppuskákhoz. A fegyverek a gép körül fedik a landolási zónát. Az egész rendszer súlya fegyverekkel, fegyverállványokkal és lőszerrel együtt összesen 1361 kg. A harci Chinookok hiába sikeresek a csatákban, üzemeltetésüket balesetek és harci sérülések rontják. 1967 elejére már 3 példány veszett oda. Hamarosan kiderül, hogy ezek a gépek túl sok karbantartást igényelnek, és a programot törlik. Annak ellenére, hogy a harci Chinookok sikerrel semlegesítettek minden felderített ellenséges állást. Viszont szállítógépként a Chinook továbbra is sikeres marad. Ez a helikopter a szárazföldi hadsereg állományában van, és ti fiúk háborúkba is mentek velük. Félsz egy ilyen géppel csatába indulni? Nem, Irakban is jártam vele, amikor kitört a háború, és sokszor előfordult, hogy csatatéren is repültünk velük. Biztonságot ad és nagy terheket képes megemelni. Kívülbelül lehet rá pakolni, és gyorsan fegyverzettel is ellátható. Ez a repülőgép nagyon megbízható. Kiváló üzemmutatókkal bír. Nagyon gyors, jól manőverezik, és biztonsági okokból számos rendszerből is több van benne. Valóban nagy légi célpont, de képesek vagyunk ezt elfogadni, mert nagyon gyorsan mozog. Jó gyors, ez biztos. Gondolom gyorsnak is kell lenni a harctéri be- és kirepüléseknél. Nem is gondolnánk, mennyire gyors ez a gép, igaz? Ránézésre nem. Ez egy nagy gép és jó célpont, de ezt a hátrányt segít kivédeni a kiképzésünk is. Az mindig a legfontosabb. Pontosan. A légi hadosztályok feladata megtalálni az ellenséget, majd feltartani és megsemmisíteni őket.
A hadosztályok katonái együtt élnek, dolgoznak és harcolnak. A gyalogságiak sosem érzik, hogy egyedül harcolnának, mert a légilovasság a fejük felett van, hogy fedezze, ellássa, és a rosszabb esetben ki is mentse őket. A sinokból a katonák a legkevésbé a kötéllétrán való távozást szeretik. Ezt a módszert főként a rekondó csapatok alkalmazzák, amik egyszerre végeznek felderítést és rajtaütést is az ellenséges vonalak mögött. A létrás leereszkedés védtelenné teszi a katonákat, mégis hatékony módszer, ha a helikopter esetleg nem tud leszállni. A sinokok gyakran segítettek a helyiek kimentésében vagy áttelepítésében. Egy küldetés során 147 menekültet szállított egy sinok. 1975. áprilisában a vietnámi háború lezárásaként a tengerészgyalogság helikopterei visszatérnek Saigonba, hogy kimenekítsék az ott ragadt amerikai és vietnámi embereket. A hadművelet késő délután kezdődött, és egész éjjel tartott. Körülbelül 7000 embert juttattak biztonságba. A hadművelet során a háborúban odaadóan szolgáló helikoptereket folyamatosan feláldozzák. A repülőgép hordozók fedélzetén szükség van helyre a további menekülteket szállító beérkező gépeknek, így a színájtok is dicstelen véget érnek. A CH-46 színájtok a tenger martalékai lesznek. Miután kirakják az utolsó menekülteket, addig lebegnek, amíg kifogy az üzemanyaguk, és ekkor személyzeteik a tengerre szállnak velük. Ezek a vietnámi háború utolsó helikopter veszteségei. A hadsereg a levegőből négyféle feladatkört lát el. Megfigyelést, támadást, csapat és végül ellátmány szállítást. A sinok mindegyikben részt vett a vietnámi háború során, és napjainkban is. Ami a küldetéseket illeti, csak ellátmányt szállítotok, vagy csak katonákat, vagy egyszerre mindent? Bármit. A feladatkörünkbe tartozik a harc, a harci támogatás és a harci technikai támogatás. Ez a három fő feladatunk. Vagy katonákat viszünk a célponthoz egy gyors támadásra, vagy élelmet, vizet és lőszert viszünk a fiúknak. Aztán vannak a sebment akciók, amik a többi feladattól nagyon különböznek. A sebment akciók alatt is katonákat szállítunk. Ez a sebesült mentés rövidítése. Pontosan. Belföldi katasztrófáknál is hívnak minket. A Katrina hurrikánnál is voltatok? Igen, a Katrinánál és a Ritánál is mozgósítottak minket. Talán láttad is a tévében a sinukokat, ahogy homokzsákokat engedtek le az árvizek helyszínére. Azt is mi csináltuk. Szép munka volt, fiú. A vietnámi háború idején az amerikai hadsereg légijárművei közül a sinoknak a legkisebb a baleseti mutatója. A háború csúcsán 22 sinok egység teljesít szolgálatot.
A Vietnámban szolgáló 354 darab CH-47A, a 108B és a 270C modell közül a műszakiak folyamatosan 71%-ot tartanak repülőképes állapotban. Talán a társaid nem fognak örülni, ha ezt mondom, de olyan, mintha egy kis R2D2-ja lenne itt hátul a gépnek, mert ha valami történik a sinokkal, akkor még repülés közben is hátra tudtok jönni és megjavítani. Igen, valóban, bár inkább C-3PO-nk van, mert nagyon kézben van tartva itt minden a repülés során. Látod, hogy az alkatrészek mennyire látszanak, mert nincs rájuk borítás, és így könnyen elérhető. Látni, ha valami szivárok, ha valamit eltaláltak, ha valamit meg kell javítani. Ott hátul látsz egy kis dobozt, amivel a fedélzeti gépész folyadékot tud adagolni a hidraulikai rendszerbe a repülés közben is. Egy kevésbé komoly találat után egy kis folyadék hozzáadásával még földet tudunk érni, vagy akár vissza is tudunk érni a támaszpontra, ennek a szerkezetnek a segítségével. Ez ám a luxus! A sinok rotorjai magasan vannak, futóművei pedig rövidek, így az emberek és a járművek is akadálytalanul ki tudnak hajtani a rámpáján. A kiszálló tüzérek percek alatt harcra kész állapotba hozzák magukat. A 9,1 méter hosszú raktér 2,5 méter széles padlómagasságon és 1,8 méter széles a raktér teljes hosszában. Ezáltal a közepes nagyságú járművek közvetlenül ki- és beparkolhatnak a gépből. A vietnámi háború idején 8,5 millió utast szállítottak közel 1 millió 200 ezer repülési órán át. Ebből majdnem 1 millió óra repülés harci körülmények között zajlott. Egy átlagos bevetés során a katonák száma 40 körül volt. Ám nem volt ritka, hogy a gépek 75 észak-vietnámi katonát is szállítottak. Ez már régóta érdekel. Mi az a piros-kék szerkentyű mögötte? Ezek bizony az ugrási fények. Amíg piros, addig az ajtóban kell állni. Aztán, amikor szabad a pálya, akkor zöldet mutat, és a fiúk ugorhatnak. Emlékszem, láttam ilyet, amikor egy 141-esből ugrottam ki a légideszantosoknál. Ez ugyanaz a rendszer, még csengője is van. Becsapódásnál is jelezne, vagy más komoly vészhelyzetekben. Jó kis rendszer ez. A sinokot üzemanyag utántöltésekhez is használták. Manapság a gép nem csak üzemanyagot, de Hellfire és Stinger rakétákat, illetve géppuska muníciót is szállíthat. A sinok segítségével a támadó helikoptereknek kevesebbet kell repülniük az utántöltéshez, és így tovább maradhatnak a cél közelében. Vietnámban a sinokok a lezuhant gépek mentésében is segítkeztek. Olyan sikeresek, hogy a CH-47 a hadsereg első számú mentési járművévé válik. A háború során a CH-47 közel 12 ezer működésképtelen repülőt szállít haza 3 milliárd dollár értékben. A katonák a sinokot kampónak is becézik. A sinok maximális teheremelési képessége 4536 kg az A modellnél és 12700 kg a D modell esetében. A D modell teljesítménye erősebb hajtóműveinek és három kampójának köszönhető. Gumis kereke van és nem csúszó talpa, de nem látok a gépen úszó testet. Tudtok landolni a géppel vízen is? Fent tud maradni? Ez a gép egyik remek tulajdonsága. A tervezése a kulcs. Látod, hogy az üzemanyagtankok odakint vannak, és ezek úszó testként is szolgálnak. Ha 50%-nál több üzemanyag van bennük, akkor vízre lehet szállni, csak előtte be kell dugni odalent a dugókat. Aztán leszállunk vele a vízre, és leállítjuk a hajtóműveket. Komolyan? Bizonyám. És mindezt akkor, ha van némi levegő a tankokban? Úgy működik, mint egy hajó. Leengedjük a rámpát, és így kimehetnek a partra szálló hajók.
alakulatok. Szoktunk is ilyen küldetéseket csinálni a különleges alakulatok számára. Elképesztő. És meddig ér olyankor a víz? Ha mindent jól csinálunk, akkor felér egészen a kabinig vezető lépcsőig. Viccelsz? De ha addig felér a víz, akkor a fedélzeti gépészek már szólnak, hogy ideje felszállnunk a vízről. A 70-es évek közepén a hadsereg modernizálta öregedő sínok flottáját. Több mint 400 darabot csupaszítottak le, és szereltek fel csúcs technikájú felszereléssel. A készülő 82 új gép pedig már eleve az új kívánalmak szerint épült meg. Ezek a CH-47D megjelölést kapták. A kabin elég régi módinak tűnik. Igen, vannak a multifunkciós kijelzőkkel ellátott kabinok, és vannak ezek. Két dolgot mondanék ehhez. Mint oktató szeretem az ilyet, mert ez megtanítja a hallgatóknak, hogy hogyan olvassák le a műszereket, és megtanítja nekik az aviatika alapjait. De már arra is gondoltam, hogy néha elegem van, hogy kézzel pötyögjem be a GPS koordinátákat, és örülök, hogy itt ilyet nem kell csinálni. Egyébként azért tart sokáig a különböző egységeknek átszerelni a gépeket modern kijelzőkkel, mert nem is olyan könnyű feladat ez. A legtöbb digitális ketyere nem bírja a harci körülményeket. Azoknál sokszor elég egy találat, és a monitorok kihúnynak. Pontosan. A polgári sínokokat is továbbfejlesztették, és gyakran használják őket, hogy munkásokat szállítsanak velük az északi-tengeri olajfúró állomásokra. Az építkezéseknél használt változat ugyanazzal a 12.700 kg teheremelő képességgel bír, mint a CH-47D. A sínok emiatt a fakitermelésben is hasznos társ. Sőt, vizet is szállít az erdőtüzek elfojtásához. Sok újkori sínok fejlesztés gyökere a 80-as években kifejlesztett 360-as modell, melynek kompozit anyagból van a törzse és a rotorlapátjai, kabinja pedig teljesen digitális. Visszahúzható futóműve révén a légellenállása is kisebb. A tesztek végeztével a 360-ast nyugdíjazták. Az új generációs sinokokat a fejlett szállító helikopter elnevezéssel illetik. A 70-es évek végén felújított sinokok 2002-ben érték el életkoruk végét. Az új fejlesztési program révén 400 sinok 2030-ig marad szolgálatban. Ezekben a gépekben csökkentik a vibrációt és a sárkány szerkezetre nehezedő igénybevételt. Újra tervezett gázturbinás hajtóműveik 20%-kal több lóerőt adnak le, és 3%-kal takarékosabban használják fel az üzemanyagot. Egy ilyen új modell tömege 24.494 kg. A felújított emelőrendszernek köszönhetően a középső kampó 12.700 kg, míg a két szélső kampó 9.072 kg terhet képes megtartani. A szállítmányt elődeinél nagyobb sebességgel szállítja, és így kevesebbet kell fordulni a műveletek során. Ezen gépek kabinjaiban a műszerek már digitálisak, és nem sokára hangfelismerő rendszer is kerül beléjük. Az új sinok infravörös rakétacsalikat is visz, hajtóműve leadott hőjét pedig csökkentették. A tandem helikopterek története immár 3 évtizede tart, és a java sok szempontból még hátra van.